No, hát eljöttünk a keresztülőkhöz, mert együtt fogunk menni csavarogni. Tudjátok, ők itt laknak most. Be tudom rántani ezt a navigációt, mert egy kicsit szépes lesz így, percenként diszkonnektálni. Ja, még úgy látom, hogy nincsenek lent az autónál. Kérdezték, hogy fele megyünk, mondtuk, hogy nem. Beállok eléjük, mert úgyis olyan leszek az, aki elől megy. De már lent vannak. Nem, csak a Lali van lent. Ne, Aranka is jött már az én térdben. Szóval akkor innen startolunk. Beállítjuk valahogy a navit, mert eldobta a kapcsolatot közben. Meg is érkeztünk. Annyira szép. Jaj, csodálatos. Apa vett parkolójegyet. Oké, és látod, milyen nadrág van rajtuk, keresztanya? Aha. Milyen? Milyen tegnap a keresztanyától kapta? Honnan szereztetek? De nekem ma nem volt jó, ugye, de neked azok a te nadrágaid voltak. Na már biztos kitaláltátok, hogy hol vagyunk. Volt már erről régebben egy vlog, majd a leírásba beteszem nektek. Eljöttünk ide megmutatni keresztszülőknek is, hogy milyen szép ez a hely. Csodálatos a kilátás. Itt nem fogok nektek sokat vlogolni, ez csak egy megálló hely, mert megyünk tovább, csak most ez is útba esett, úgyhogy ezt majd megtaláljátok a leírásban, akit érdekel, és akkor meg tudja nézni. Nagyon-nagyon szép hely. Manci Kukkerol, meg a Dorina, sose tudják megunni a kukkerolást. Megaloppolunk a büfébe, mert azt mondták a lányok, hogy ennének egy jégkrémet. Remélhetőleg találunk gluténmentes kivitelben. Aztán megyünk tovább, oda, ahova amúgy szándékoztunk menni. Csak megálltunk, tényleg itt megkukkoltattuk velük, hogy milyen szép hely.
Na, a csajok bementek a büfébe. Néznek valamit maguknak. Tükröződik egy kicsit az üvegben. Látom a nyalóka, az a befutó. De vannak egy csokik. Van minden más. Lányok, kaptál visszajárót? Nyalóka? Ez minden oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Menj még egy kört a keresztanyával. Még egy kör, még jégkrém is kell. Na, jó van, mi meg megyünk. Na, el is indultunk, kifosztva az édességbolt. Kifosztottuk a bazárt. Fagyi, nyalóka, meg ki tudja mi. Mi? Csak annyi, nem? Fagyi, meg nyali. Ariék vettek, ezért hűtőmágnest vettek, ja. Ez szép az a táj. Na, majd bejelentkezek a következő helyről is. Megyünk a folyó alatt. De jó. Szeretem a sötétet. Szereted a sötétet? De nem ér. Kicsit, de nem ér. Hát, hogy jól nekem így ez. Hopp, ott valaki lerobbant. Nem akarom azt, hogy elmenjünk innen. Mi is szeret, hogy nem tudom, hogy van. A sötétben. Motor. Motor. Oda a kocsos motor. Ja, nem fér rá. És érkeztünk, de ti még nem láttok semmit, de mi már láttuk egy pillanatra, nagyon tuti ez a hely. Ez hát, a vízi szörny. Ez a vízi szörny, ide értünk. Mindjárt meglátjátok, hogy milyen jó kis hely, de aztán rájöttünk, hogy voltak épp nem is ide akartunk jönni, de most már ha itt vagyunk, megnézzük. De egy olyan dolgot szeretnénk megnézni, ami hát tudomásom szerint Európában egyedülálló. Úgyhogy most jön egy kis... Hegymászás. És akkor majd, ha felértünk, akkor majd bejelentkezek még nektek. Kicsit rollom. Miközben felértünk, betette azt a zenét, hogy hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Menjünk innen. Na. Ez egy pók? Milyen pók? Nem, az egy szúnyog. Jaj, Máriám. Na tényleg, már ki vagyok a gyerekemtől. Pók, darás, szúnyog. Tök jó. Ne szaladj. Mert mondjuk ide autók nem jöhetnek be. Ide autók nem jöhetnek be, úgyhogy itt jó helyen vagyunk. Tök jó. Itt fogják felemelni, ugye? Akkor mégiscsak bejöhetnek autók. Mondom, itt nem jöhet be autó. Akkor mégis. Jó, megyünk. Na, menjünk. Jaj, de jó. Oda nézzetek, de érdekes. Itt fogják fölemelni, ugye? Igen, itt fogják fölemelni szintezni. Hallod, milyen lehet hajóval beállni ilyen szűk helyre? Nem csapod oda izének, az oldalának a... De látod is, hogy sodródik egy kicsit balra. Aha. Hát nem biztos, hogy ilyen magasra felfogják. Hát de valahogy át kell, hogy rakják a túloldalra, nem? A következő. Szerintem az nem jön most be, vagy igen? Ott a másik. Ez nagyon érdekes. Jó hosszú hajó. Hát nem tudom. Azt egy néni vezeti? Nem tudom, az lehet. Nézd már! Nem, egy csaj! Több fős személyzet van.
Ez érdekes. Hú, ez tök jó lesz. Csak nekem tűnik úgy, hogy nagyon balra tart. Azért mondom, milyen lehet egy ilyen hosszú járművel közlekedni, hogy neki ne csapja valaminek. Hú, ez nagyon jó. Van rajta egy kis csónak. Neki kocintott? Van rajta egy autó, halljátok? Hát ez mekkora? Hú! Neki ér a falna? Tudom, hogy mindjárt neki megy. Gondolod? Azta! Milyen hangja van, figyeld meg! Itt a másik. Azta! Hogy fér be egy ilyen hosszú hajó? Nagyon durva. Pont jókor jött. Ez komoly. Nagyon jókor, mert egyébként meg nem is lenne forgalom most. Remélem a másiknál is lesz. Szerintem. Na, nem ugrik senki sehova. Lehet, hogy itt zárják le mögötte, és ott meg kiengedik. És hát ülnek rajta. Ülnek rajta? Tényleg vannak rajta. Hallod, vannak a hajón, lehet hajókázni, oda néz. De jó! Ott neki fog koppanni, figyeld, vagy ez nem para? Nem. Most azon gondolkodok, itt lehet, itt van a kapu, itt fogják előttünk fölbúzni. Integettek? Hello! Maradt még krumpli pörkölt? Krumpli pörkölt! Ott én integettem. Torina, maradt még krumpli pörkölt. Erre lenne érdekes megnézni. Mi van, majd amikor elkezdenek emelkedni, akkor megnézni. Itt fognak előttünk fölhúzni egy zsilipet. Igen? És el fogja takarni. Akkor szaladunk. Olyan gyorsan úgy sem. Megbírjuk kerülni? Szerinted mi is felülhetünk? Hát ha akartok hajózni, majd elmehetünk. Biztos, igen. Ja. Na, zárják. Itt csukódik. Na, menjünk. Szerintem is. Hát jöttünk a túloldalra. Ott voltunk lent. Oda ment be a hajó, és ott fogják felemelni, és rákerül erre a szakaszra majd. Jaj, most a vizet láttátok, szóval ott fog majd fölemelkedni, tök jó lesz. A pályék ott vannak, a lányokkal, keresztanya is ott baktat. Megyek oda, és akkor megnézzük, meg aztán majd megnézzük ezt a kereszteződést is, mert nagyon érdekes lesz ez az egész. Megérkezett az első hajó. Amit fölemeltek. Sirályok, honnya fognak. Jó, hosszú. Ez a második is. Mögötte. Jön a nagy hajó is. Az jobbra megy el a teherhajó, úgyhogy aztán nem tudjuk látni, hogy van még valami visszakosztódik. A másik meg sokkal gyorsabb. A másik meg lehagy. Az nagyon gyors az a hajó. Ja, elkeresztezik egymást, az egyik jobbra, a másik balra megy. Van itt egy térkép, hol vagyunk mi, és akkor lemegyünk még oda, ahol keresztezi egymást a két folyó, az a 8-as.
Ugye? Te is ezt nézted. Igen, elvileg. A 8-as pont. Oké. Okay. Lányok vesznek... Van neked 1 eurós? Egy eurós, nem szerintem van. A zsebedbe is dobtunk most a vissza... Ja, azt elkötötted. Ott egy fagy is. De hát ott mi nem ehetünk. Hú, tök jó lesz ilyen zsetonunk is. Akkor vigyázz, mert... Hát nem igaz. Na. Melyikre kell állítani? Ja, ott mutatja, igen, oda. Oké. Oké. Azt hiszem, hogy... Na, lehet tekerni, lányok. Én azt szeretném. Erősen. Tekerd, aztán ha belassul, meg nehéz lesz. Ja, egy idő után az lesz. Nyomjad, Manci, nyomjad. Segítek egy picit, mert itt már nehéz. Hát ez a pénzverés ilyen kemény meló. Nyugodt, hogy próbálj meg egyedül. Hopp, akkor nem. Megvan. Na, Mutis, mit szedtünk? Más is szeretne, jó? Jaj, de szép. Voltunk a gyalogtúrára. Most a másik irányba, ott néztük fönt a hajókat. Most elmegyünk le a vízkeresztet. Megnézzük akkor. Azt hiszem, hogy egy 2 kilométer gyalogtúra vár ránk. 2 kilométerre van. Az valami gyár. Nem ugyan, megállunk? Nem, megyünk, megyünk. Ah, tök jó. Pipacs. Pont időben vagyunk, mert most pont jön be megint egy hajó onnan, abból az irányból. Na nézd, Jimmy, fú, de jó. Átértünk a túl felére. Pont elkapjuk, hogy elhalad a vízkeresztben. Igen, igen. Ott voltunk az előbb. Van egy út. Látjátok? És a víz alatt megy el az út. És itt bármerre nézzünk, mindenhol csak víz van. Ott a messzibe is, hátrébb, egész arra, és ugye ott is. Nagyon-nagyon szép. Tök jó. Érdekes, hogy fent vagyunk egy hídon, már mióta. És velünk egy szintben van a víz. Ez nagyon érdekes, hogy alulról ez hogy nézhet ki? Hogyha ott mennénk lent a... Tudod? Ott a földúton. Akkor itt mit látnál ebből? Csak, és akkor ez most egy ilyen pilléreken álló víz. Csak érdekes. Lehet, hogy lemegyek, volt lépcső lefele, nem? Volt a híd elején, na majd lemegyünk, aztán megnézzük. Nagyon érdekesnek tűnik. Érkeztünk oda, ahol elmegy az egyik folyó. Várjatok, így rakom. A másik alatt. Mert hogy azt hiszem, hogy ez az a kereszteződés, ahol konkrétan elfolynak egymás alatt a folyók. Hát ez nagyon jó. És jön is rajta egy motorcsónak, és el fog menni alattunk. Ú, de buli! Ja, szerintem ez lesz az. De jó! Hát ez nagyon érdekes. És eltűnt alattunk. Na, azt néztem, hogy ott meg megy egy hajó. Ott fent. Tök jó. Hát komolyan mondom, én ilyet még nem pipáltam. Na, megyek. Szelfizünk, meg bénázunk itt. Keresztanyával. Nem bénázok. Kikérem magam. Na, idébb jöttem egy picit. Pont fölé. Ahol elfolyik. Nagyon érdekes. Tovább mennek. Én pedig mondtam nektek, hogy megmutatom, hogy néz ki lentről, hogy mit lehet látni, úgyhogy most lemegyek, és megnézem. Mert én nem láttam még ilyet, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy menjünk.
Na, hát el is érkeztem majdnem a végéhez, és igazából egy vas az egész szerkezet, legalábbis nekem annak tűnik. Nagyon-nagyon érdekesen van megcsinálva. És kimegyek oda a szélére, és megnézem ott is, hogy milyen. De a lépcsőn már nem megyek le. Ah, itt meg lehetne állni. Szóval itt ebbe folyik el a víz. Ott voltunk fent. És a másik folyó pedig ugye ott odébb van, az meg elfolyik alatta. Ez tényleg nagyon érdekes. Na hát, az ember nem is gondolta volna. Fel a hegyre! Le a hegyről! Délután van már. És elindultunk haza. Hát nagyon nagy élmény volt ez a folyós szitu. Nagyon-nagyon tetszett. Azt hiszem most még egy játszótérnél majd megállunk, mielőtt végleg hazamegyünk. Igaz? De szépek igen. Azok az épületek ott a túloldalt. Város is nézhetnél, de nincs most kedvem arra bemenni a sűrűbe. De szép hely nagyon. Egyszer eljöhetnénk, de esetleg város nézni is ide benne. A belváros biztos, hogy szép, nagyon szép épületek. Amit láttam, nagyon szép hangulatos régi igen. Idős épületek vannak, és biztos jó látvány. Itt a folyó. Igen. Ott van strand, homokos. Komolyan? Ott, igen. Na, le is van kerítve. Hát nem tudom, hogy ez a folyóvizes strand. Azt amennyien vannak ott. Mennyire kint. Lehet ez meleg, de utána lehet nézni. De szépek ezek az erkélyek. Meg ezek az épületek. Jaj, de jó pofa. Értünk a játszótérhez, oda, ahol a múltkor is voltunk. Ezt nagyon szeretjük, ezt a játszóteret, ez nagyon jó parkos, de van még egy másik is, ami ilyen parkosabb. Csoda szép idő van. Úgyhogy most vagyunk és játszunk egy picit. Kis madár. Aha. Kis madár. Nem tudom, hogy nem. Sárga csőrű, az rigó, nem? Én is úgy gondolom, de eltűnt néve, de... amikor ide költöztünk, még nem tudott egyedül felülni. Föltenni. Igen, igen, most meg már simán felugrik. 4 év, igen, igen. Dorina meg ott mászinkázik. Csimpaszkodik. Na, a csövet. Lehet csúszni, mint a tűzoltó. Igen, lehet tűzoltó lesz belőle. Jaj, csak nem merülj ezt a kislány. Mancika visszaérkezett közben, most kergeti a madarat. Gondolták a lányok, hogy most együtt csúsznak. Apa is kamerázz őket. Ja, te fényképet? Jó! Hajrá, hajrá! Ki a gyorsabb? Megpörgetem Mancit, mert nekem több az erő. Több az erő. Ez jó hallgás. Véget is érte a játszótéri móka is, és elindultunk haza. Reméljük, hogy nektek is tetszett, és ugyanilyen érdekesnek találtátok ezt a vízi kereszteződést, mint amilyen érdekes volt nekünk. Ugye mondtam már nektek, hogy az a szobor, azt a videót, azt megtaláljátok, beteszem a leírásba, mert ugye ott már jártunk, de azért bármennyiszer jó oda elmenni, mert nagyon szép a környék, meg a kilátás. Viszont most nem maradt más hátra, mint az, hogy mi megköszönjük, hogy megnéztétek ezt a hosszú videót, velünk tartottatok, újra velünk kapcsolódtatok ki, és mivel ezt a videót pénteken tervezem nektek feltenni, így elmondhatom, hogy nektek most, ha látjátok, holnap, azaz szombaton, ami... Szóval közben gyorsan megnéztem, szóval június 19-én szombat.
6-on, este 6 órakor. A szombat biztos, mert az este 6, a dátum az lehet, hogy be van nézve. Szeretettel várunk titeket újra a live-ba, egy kötetlen beszélgetésre, kérdezfelelek, stb. De ha valami témát feldobtok, nyilván megbeszéljük azt is. Mi most témát nem hozunk, és egyébként azt megfigyeltem, hogy mindig páros hétre esik a live, tehát onnan tudjátok majd, hogy mikor lesz live, hogyha a páros a hétvége. Hát ez tök jó, mert megint sem tudom sose, mikor van páros hét, szóval de hát a naptárokban be van írva. Hát, sok naptár van előttem, na mindegy, jó. Jó, én néha hét. Napokat nem tudom, de a páros heteket azért szoktam látni a naptár elején, tehát tudom, hogy milyen hét van. Na mindegy, szóval még egyszer köszi, hogy itt voltatok velünk, egészségedre. Dorinának kijött egy kicsit az allergiája. Pedig szedi a gyógyszert, na mindegy, és szóval vigyázzatok magatokra, és akkor hamarosan találkozunk újra. Sziasztok!